A zsarnokságban nem csak a katonáson elpattogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, és abban, ahogy a hullát a gödörbe húzzák. Sili Gergő, I. és Gyula egy mondat a zsarnokságról című híres költeményéből adott elő részletet a költőről elnevezett szavaló versenyen, amire nem csak magyar tanára, hanem édesapja is felkészítette. A bonyhádi gimnazista azt mondja, az ő családjukban a verseket és azon belül is I. és Gyulát rendszeresen olvassák. Versenyen pedig nem először vesz részt, többször nyert is már. Imádja a verseket, és ezt valószínű átadta nekem is ezt a versek iránti imádatot, mert én is rengeteg verset tanulunk együtt, és rengeteg versmondó versenyen voltunk már. A szülőföldünk nagyjai emlékbizottság 25 éve szervezi meg a szavaló versenyt azzal a céllal, hogy megőrizzék I. és Gyula szellemi örökségét. A megemlékezésen a bizottság egykori alapítója felidézte, hogyan zajlottak kezdetben a szavaló versenyek, és hogyan ismerkedett meg I. és Gyula családjával. Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke is tiszteletét tette a rendezvényen. A zsűri elnökének már az nagy örömet okozott, hogy mennyire magukévá tudják tenni a versenyen induló diákok az íjés gondolatokat. Ennek a íjés Gyula versmondó versenynek olyan hagyománya van, ami azt hiszem, hogy nem csak itt a közvetlen környék, tehát Rácegres, a Pálfa és a közvetlen környék, hanem az egész régiónak az egyik nagyon tiszteletre méltó rendezvénye, és azt hiszem, hogy méltó I. és Gyula szellemi örökségéhez, és a költészetéhez, és a hagyomány, és a haza szeretetéhez. Az idei irodalmi megmérettetésre nem csak Tolna megye különböző oktatási intézményeiből érkeztek diákok, hanem Bács-Kiskun megyéből is.